kilépett a Momentumból és átült a DK fővárosi frakciójába Déri Tibor Újpest polgármestere. Volt pártja szerint a kerületvezető az elmúlt időszakban egyre kevésbé egyeztetett a Momentum vezetésével, mostani döntésével pedig az árnyékot választotta a fény helyett. Kele Jánost kérdezzük. A DK lenne az árnyék, és a Momentum a fény. Jó estét! Jó estét kívánok! Hát éppen egy árnyék miniszter ült itt előttem, úgyhogy nyilván ez a szójáték részben erre is vonatkozik. Önöket meglepte a újpesti polgármester döntése? Nem feltétlenül mondanám, hogy meglepett bennünket. Azért Déri Tiborral szemben zajlott egy etikai és felügyelőbizottsági eljárás most már több hete, illetve felfüggesztettük korábban az ő tagságát, hiszen úgy éreztük, hogy a Momentum politikai érdekeit veszélyezteti városvezetőként, és nyilván fölmerült jó néhány olyan vitás kérdés, amire nem tudott megnyugtató válaszokat adni ennek a közösségnek, és mi ezt nagyon aggályosnak érzünk. Mivel veszélyeztette a Momentum politikai elkötelezettségét, irányát? Hát én azt gondolom, hogy ha van egy polgármester, aki úgy is dönt bármilyen homályos családi okokra hivatkozva is, hogy nem szeretné folytatni a városvezetői pályafutását, akkor az a minimum, hogy először ezt a saját politikai közösségével közli. És az a minimum, hogy esélyt ad ennek a politikai közösségnek arra, hogy közösen megbeszélje, átértékelje ezt a helyzetet, és esetlegesen elkezdjen gondolkodni az utódlásán. Azt én ennek a politikai közösségnek az egyik vezetőjeként semmiképpen nem tudom elfogadni, hogy ez a városvezető más politikai pártokat tájékoztat először erről a döntéséről, sőt, ő maga saját hatáskörében megnevezi az utódját is. Ez nem hogy udvariatlanság, hanem azt gondolom, hogy annál sokkal erősebb. Az alpolgármesterét. Így van. Aki DK-s. Ebből a szempontból lényegtelen. Hát annyiból nem, hogy körbeértünk. Hát nyilván ezért mondtam, hogy nem lepett meg a történet. Mi zajlik ott a negyedik kerületben, hogy ez ilyen módon elfajult ez a dolog? Tehát mindenféle pletykák vannak, amiket én nem fogok elsorolni, de ön majd valamit talán tud ebből mondani, ami a valóság. Amikor mi, ez a mostani elnökség a Momentumban júniusban átvette a párt vezetését, akkor az egyik elsődleges feladatunknak azt tekintettük, hogy például azokban a kerületekben, ahol Momentumos városvezetés működik, ismerjük meg, hogy mik azok az eredmények, mi az a Momentum modell, amire egyébként építkezve jobban be lehet mutatni ennek a pártnak a saját önálló arcáját, ami az elmúlt két és fél évben azért kevésbé volt markáns jelen a magyar közéletben. És ennek kapcsán elkezdtünk beszélgetéseket városvezetőkkel. Józsefvárosban, Terézvárosban erre nagyon nyitottak voltak az ottani városvezetők, Soproni Tamás, illetve Pikó András. Újpesten nem annyira, azt érzékeltük, hogy az ottani polgármester kifejezetten szeretné, hogyha a Momentum vezetősége, vezetése bizonyos ügyektől távol maradna, vagy távolabb maradna, és azt vettük észre, hogy egy nagyon szűk közössége, vagy nagyon szűk körrel osztja csak meg a saját politikai mozgását, terveit, irányait, és ebben a szűk körben nem csak a Momentum vezetése, hanem a helyi Momentum, meg a saját helyi Momentumos frakciója sem volt benne. Ezt nagyon aggasztónak gondoltuk, és akkor indult el egy ilyen típusú vizsgálódás, hogy mi folyhat Újpesten. Erről sok mindent én most nem tudok elmondani nyilván, hiszen ezek sejtetések, pletykák, gyanúk. Hát önöknek van egy vizsgálatuk, valamilyen ügyben van vizsgálatuk, az milyen ügy? Van vizsgálatunk. Sok ügyet érint ez. Ennek az elsődleges tárgya az nyilván az, hogy Déri Tibor milyen ügyeket nem mondott el, nem mutatott meg nekünk. Ezek pénzügyek? Sokféle ügy van. Én ezeknek inkább a morális vetületét néztem. Igazából ideig jutottunk. És szerintem az volt nagyon sokat mondó ebben az egész történetben, hogy ebben a polgármester úr nem igazán volt partner, hogy ezekről beszélgessünk. Ezért is használtuk azt a kifejezést, hogy a fény helyett inkább... Egy klasszikus, momentumos politikus? Volt. Szerintem nem volt klasszikus, momentumos politikus sosem. Hogy választották, hogy legyen jelöltje a Momentumnak a negyedik kerületben? Bejött a dolog, hát abszolút bejött, polgármester lett. Nyilván én nem akarok abba az irányba elmenni, hogy rossz dolgokat mondok éppen most a szakítás ürügyén, tehát szerintem ennek azért van egy rossz konnotáció, amiben semmiféleképp nem szeretnék elmenni. Azt gondolom, hogy ő sok szempontból jó városvezetője Újpestnek, én beszélgetve ottani választókkal kifejezetten sikeresnek ítélik az ő kerületvezetői tevékenységét, ugyanakkor szerintem az is jelzésértékű, hogy ő a Momentumon belül, a közösségen belül nem tudott egy nagyon erős vagy elfogadott karakteré válni sosem. Na akkor egy másik téma, az is érdekes egyébként, azt írja az egyik újság címlapja nyomán jó néhány publicista, hogy érdek szerint Donát Anna csak a szülés idejére adta át a Momentum vezetését, és már a visszatérésén dolgozik. Erről nem mit tud?
nagyon várjuk Anna visszatérését. Egy percig nem mondta, hogy abba hagyja a politikát. Azt mondta, hogy a családalapítással közben közepette a pártvezetésre valószínűleg nem maradna elegendő energiája, és nem tudná ezt a feladatot a tőle megszokott maximalizmussal ellátni, de azt ő egy percig sem mondta, hogy éveket szeretne a kispadon tölteni. De akkor ezt lehet úgy is érteni, hogy jelentsérül a mostani elnök egy ideiglenes elnök tulajdonképpen? Olyan ügyvívő? Nem, az ő mandátum a 2 évre szól, én nem gondolnám, hogy ez bármilyen módon megkérdőjeleződött volna az elmúlt napokban. Az, hogy a Momentumról ön is mondja, hogy az elmúlt 2 évben kevesebbet lehetett beszélni, és kevésbé derült ki az, hogy voltak éppen mit csinál, hogy milyen az a párt, az vajon miért lehetett így? Koalícióban irányítottunk városokat vagy kerületeket, egy olyan koalícióban, amelynek a pártjai később aztán közös listán indultak egy országgyűlési választáson. Ez azt gondolom egy olyan típusú ösztönzőt mutatott ennek a közösségnek, hogy a kormányváltás érdekében az együttműködést minden másnál fontosabbnak kell tekinteni. És most hogy látják ezt? Szerintem most kinyílt egy verseny az ellenzéki oldalon, és ebben a versenyben mi indulni szándékozunk, és nem feltett kezekkel a pályára lépni. És mit fognak képviselni? Szerintem ugyanazt, amit eddig is képviseltünk, egy karakteres, jövőfókuszú narratívát, egy olyan kommunikációs stílust és egy olyan politizási stílust, amely alapvetően az őszintességre alapul, a választóknak, hanem becsapására alapul, ami arra alapul, hogy együttműködésben dolgozzunk. A mostani krízisben például, hogy itt a Híradóban is hallottam, a bejátszót elhangzott, hogy mi például itt a klasszikusan közös európai megoldást támogatjuk, tehát semmiféleképpen nem ezt a típusú különutasságot, két kulacsosságot, meg hintapolitikát, amit a jelenlegi kormány. Szerintem a Momentum az, aki a leghitelesebben tudja képviselni, hogy Magyarországnak a jövőre kell fókuszálni. Amikor azt láttam a tanártüntetéseken, hogy minden második táblán az van odaérve, hogy a jövő a lényeg, a jövőnk a tét, és a jövőnk dől el most, akkor szerintem itt van egy olyan politikai erő, Momentum, amelyik ezt nagyon hitelesen tudja képviselni. Nem a múlt emberei, hanem a jövő emberei a jövő megoldásaival, akiket ráadásul még sohasem kaptak hazugságon. Kele János, a Momentum elnökségi tagja volt a vendégünk. Köszönöm. Köszönöm szépen.